A szombatesti rendhagyót állatvezetés házigazdája Csenki Attila a hazai stand-up műfaj egyik jeles képviselője volt. Van némi múltam, dolgoztam egy galériában, átrendezőházban, de az inkább a kereskedelmi része, mint a művészi része egyáltalán a festészetnek, de mégis valami érdeklődés rám ragadt. Sokak meglepetésére a népszerű humorista ugyan nem a teljesség igényével, de felkészülten beszélt a kiállított művekről. Nem csupán a festmények történetét és eredetét mutatta be, de Csók István életművéről is érdekes részleteket osztott meg a közönséggel. Csók István művészetétől nem áll távol egyáltalán az életnek a vidám, humoros oldala, hiszen az ő festészetének munkásságának éppen az a titka, az erőssége, hogy árad belőle az életigenlés, az életöröm. És úgy gondoltuk, hogy esetleg ezzel a produkcióval kicsit erre ráerősíthetünk itt a kiállításban. A hallgatók között egyébként a festőművész unokaöccse is jelen volt. A néhány hónapja futó kiállításnak nagy sikere van Székesfehérváron, mondta Gertner Petra, a tárlat egyik kurátora. A szombatesti előadással azonban nem ért véget a kiállítás kísérő programsorozat. Csütörtökön lesz egy tudományos konferenciánk, a Hímer házba fogjuk tartani, 10 órától kezdődően délután 5 óráig. Szeptember hónapban pedig arra biztatják a város és a megye iskoláit, hozzák el és mutassák meg diákjaiknak Csók István művészetét, hiszen ilyen összeállításban ennyire átfogóan október után már nem lesz alkalmuk látni.